fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Közlekedési info gyorsan most érkezett. Baleset a Gogol Pannonia sarkon. Még nincs rendőr, de tuti lezárják az egészet. És az M5-ösről... Hát igen, a Dombóvári úton is van baleset sajnos, ez is most történt, a budai alsó rakpart felé a Rákóczi hídi felhajtó után. A 11. kerület az, hát ez elég terhelt volt ma. Bartók Béla, Budaörsi, Dombóvári út, úgyhogy... És van az M0-áson is egy teherautó, ami vesztegel valamelyik sávban, ott láttam, hogy ott is elég nehéz közlekedni. M5-ös autópálya Ócsa és Gyál között beállt, jött egy másik üzenet. A cringe jelentése kínos gáz. Igen, igen, ezt mondtam. Példamondat, ezek a hallgató elküldte. Igen, a innen az angolból jött. A felnőttek megint olyan technikai dolgokról beszélnek, amihez nem értenek. Te jó ég, nagyon cringe-elnek. Igen, ez nem egészen jó szerintem a példa. Cringe-elek. Cringe-elek? Igen. Na, hát mi nem cringe-elünk annyira szerintem, mint a Toyota. Vagy nem, a GM, bocsánat, a GM, mert a Toyota nem cringe-el. Itt van Várkonyi Gábor, már még csak X generációs, de hát nem baj, itt sokan vagyunk a vonalban, aki majd elmondja, hogy miért történhetett az, hogy 90 év után bukta az első helyet a GM Amerikában. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Te ismerted a cringe-et, ugye? Ez túlzás lenne. Hallottam már, de... Megnyugodtam, jó. Okay. Ettél már olyat. De hallás közben cringe-eltem. Oké. Mivel nem tudtam pontosan, mi az. Jó, megnyugodtunk. Oké. Ha nem lehet megenni, akkor csak láttad. Az a lényeg. Na oké, jöhet. Na mit csináltad? A GM rontotta el, vagy a Toyota volt nagyon jó? Hát a Toyota nagyon jó globálisan jelenleg. Szerintem a... virágkorát éli, bár ezt a Toyota kapcsán nehéz kijelenteni, mert hogy úgy alapvetően eléggé stabilan uralják azt, amit csinálnak. És pont azzal a diversifikált portfólióval és technológiai elképzeléssel, amivel elindulnak világhódító útjukra, azzal lehet azokat a sikereket elérni, amiket láthatóan mindenhol, minden fő piacokon elérnek. Érdekes egyébként a Toyota kapcsán mindig fontos hozzátenni, hogy amit mi itt Európában erős jelenlétnek látunk a japán márka kapcsán, arról annyit kell tudni, hogy a világ nagy autópiacai közül messze Európa a legkevésbé sikeres, pontosabban itt a legkevésbé kiterjedt a piaci részesedésük, mondjuk az Ázsiához vagy éppen Észak-Amerikához képest. Ami viszont fontosabb ennél, hogy mégiscsak egy japán autógyártó áll, még ha csak temporálisan is jelenleg az Egyesült Államok autópiacának az élén, tehát nem egy amerikai autógyártó, ez szerintem akár csak 10-15 évvel ezelőtt is egy teljesen elképzelhetetlen dolog volt, még hát akkor is elképzelhetetlen. Hát a Toyota tudja azt, ami kell az amerikaiaknak. Van neki nagy családi autója, van neki pickup truckja, van neki mindene. Hát... De azért Motor City-nél, Detroit-nál maradva, még akkor is, hogyha a város ugye árnyéka önmagának, és milliós nagyságrendű lakosságveszteségen ment keresztül, és hát nyilvánvalóan visszafelé fejlődik sajnos sok szempontból a nem véletlen rozsdaövezetnek hívott környék, ahol ugye az amerikai autógyártás fellegvára volt, és ami már nyilván messze nem az, mint ami volt korábban, azért akkor is van három nagy amerikai autógyártó, amelyek azért a piacot gyakorlatilag az olajválságig nyomasztó módon uralták, és nyilván onnantól fogva jött egy néha gyorsuló, néha lassuló, de mégiscsak lejtmenet, ahol az ázsiai konkurensek bejelentkezve egyre nagyobb falatokat tudtak magukénak tenni, vagy magukévá tenni a piacból, és nyilván itt az európai konkurenseket sem kell elfelejteni, de hát alapvetően az ázsiaiak, és ezen belül is elsősorban a japánok azok, akik az észak-amerikai piac meghódítására rettenetesen nagy hangsúlyt fektettek. A Toyotát egyébként részben lehet tulajdonképpen amerikai gyártónak is nevezni. Na, ezt akartam mondani, a Toyota az végül is amerikai. Hát ha azt a részét nézzük, hogy mennyi autót gyártanak Amerikában, mekkora a gyártóbázissal rendelkeznek, és hogy az észak-amerikai piacot azért alapvetően a helyi gyártású autókkal dolgozzák meg, akkor lényegében lehet azt is mondani, hogy akkora érdekeltség, akkora munkaerő foglalkoztatottság, akkora adózás van ott helyben, hogy
lényegében tényleg lehet azt mondani, hogy ez egy amerikai gyártó. Ami szerinted az hányan mondanák meg az amerikai utcán, hogyha kimennének közvéleménykutatásra, hogy a Toyota az milyen? Ez viszonylag köztudott egyébként Amerikában is. Tehát az amerikai vásárló számára azért az, hogy Amerikában mekkora Toyota gyárak léteznek, és hány embernek adnak munkát, ez köztudott. Az, hogy a szakszervezetekhez milyen jellegű viszonyuk fűződik, ugye leginkább azt lehet mondani, hogy semmilyen, tehát nincsenek benne a United Auto Workers-be. Ez ugye inkább egy ilyen amerikai gyártókra vonatkoztatott szakszervezeti konglomerátum. Ez már egy más kérdés, de akkor is alapvetően amerikaiként van identifikálva ez a kérdés, vagy ez a jelenlét. Ja nem, ezt mondom én is, hogyha megkérdeznék tőlük az utca emberétől Amerikában, hogy amerikai cége a Toyota, akkor szerintem biztos, hogy többségben lenne, aki azt mondja, hogy igen. Na, ez simán lehet. Az érdekes, hogy ezzel együtt is azért a GM-nek a hegemóniája az nem véletlenül tart 1931 óta. Azért mégiscsak ez a legnagyobb amerikai autógyártó, és biztos, hogy mindenkinek az fog először beugrani, ha megkérdezett, hogy mi a világ legnagyobb autógyártója, bár már régen nem a GM. Ezzel együtt is valószínűleg átlag amerikai úgy gondolja, hogy még mindig a GM az, amely a legtöbb autót gyártja a világon. Csak hogy a GM ugye egyfelől kicsit hasonlatosan az európai társához nézve, a Volkswagen koncernhez nézve, úgy együtt egy kicsit elaludták ezt a chip kérdést, és ez akkor a gyártáskapacitásbeli kieséseket hozott mind a két cég számára, hogy a 2021-es év az nem fog jól kinézni, ha csupán a gyártási darabszámokból indulunk ki. Uh-huh. Ha a profit rátából indulunk ki, az egy teljesen más kérdés, abban a tekintetben, ahogy erről az elmúlt évben sokszor beszéltünk is, az autógyártók úgy alapvetően mindannyian nagyon jó évet tudhatnak maguk mögött. Tehát a mesterséges, vagy ki tudja mi által előidézett, ugye ez valószínűleg több műsort is megérne, hogy ezt az elméletet végigjátsszuk, de hogy a jelenlegi áruhiány időszakában, meg csíphiány, meg alkatrészhiány, meg nyersanyaghiány, meg minden egyéb hiány időszakában, meg ezzel együtt felpörgő infláció kapcsán az árbevételek, meg a marzsinok, azok azért nagyon szépen vastagon hoztak az autógyártók konyhájára, de darabszámban mégiscsak azt kell mondani, hogy akár a GM-et nézzük, akár a Volvo-t nézzük, azért nem annyira szép a helyzet. És ezt a sztorit használta ki a Toyota az észak-amerikai piacnak a leuralása kapcsán, amivel, vagy ami mellett meg kell jegyezni azt, hogy ilyen nagyon low-key-be próbálják tartani ezt a kérdést az amerikai sajtóban. Tehát nem csinálnak arra kampányt a Toyota szóvivói szerint, hogy ki domborítsák meg, mellett döngessenek annak kapcsán, hogy jelenleg ők adják a legtöbb autót Észak-Amerikában, mert ők is tudják, hogy ez azért alapvetően a helyzetet figyelembe véve inkább egy időszakos korona, amit hazavihettek. Ráadásul nem győzték hangsúlyozni több helyen is, hogy nem volt ilyen jellegű presztízs kérdés abból, hogy most akkor ők fogják-e uralni az amerikai piacot, avagy sem. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy mondjuk a 2022-es év végén azt fogjuk látni, hogy a GM talált egy módot arra, hogy a chip hiányt ügyesebben küzdje le, mint az előző évben, és ezzel a termelési felfutással szépen visszaveszik azt a koronát, amit 90 éven keresztül tartottak. Én is azt gondolom, hogy a Toyota helyében nem kellene ezt itt nagyon erősen hangsúlyozgatni, de ezzel együtt is szerintem egy nagyon érdekes helyzet. Ez azért olyan, mint hogyha Olaszországban, Franciaországban vagy Németországban egyszer egy külföldi vagy egy import márka lenne a statisztika élén. Ez szinte elképzelhetetlen, de lehet, hogy fogunk ilyet is látni a következő években. Nem lennék meglepődve. És az is a Toyota lesz? Nem hinném, hogy a Toyota lenne az itt Európában, de azért azt nyugodtan lehet mondani, hogy a dél-koreai és a japán autógyártás is ebben az átmeneti időszakban, ami ugye a villany, nem villany kérdéskört foglalja magába, azért nagyon szépen hoz mindenhol piaci részesedés szempontjából a világ fontosabb piacain. Tehát egy ázsiai előretörést azért simán láthatunk, ahogyan egyébként ezzel párhuzamosan fontos kihangsúlyozni, a kínaiak is melegítenek már a startvonalon. Uh-huh. Oké. Okay. Na, tehát Hyundai-jal kapcsolatosan is érdekes hírek
érkeztek, illetve hogy mégsem szünteti be a belső égésű motorok fejlesztését, vagy mégis, vagy most két nagyon fontos hír, vagy két nagyon fontos személyi változás volt a Hyundai és Kia cégcsoport kapcsán a tavalyi év végén a sajtóban olvasható. Mind a kettő szerintem eléggé ikonikusan kapcsolódik ahhoz, amit mi itt Európában érzékelünk a dél-koreai autógyártásnak a sikeréből. Az egyik a dizájnnal kapcsolatos, a másik a műszaki részleggel kapcsolatos. Mind a két kulcsfontosságú helyet egy-egy német csúcsmenedzser vagy topmenedzser foglalta el. Schreier úr, aki a gyakorlatilag a Volkswagen koncerntől lett sok-sok évvel ezelőtt átcsábítva a koreaiakhoz, egy olyan designernek számít a szakmában, aki párját ritkítja. Tehát biztos, hogy ha mondjuk a top 2 vagy top 3 autóipari dizájnert, kortárs autóipari dizájnert kellene említeni, akkor az ő neve az szerintem függetlenül mindentől és mindenkitől mindenhol előjönne. Az egész márka, arculat és minden, amit mostanában olyan ízlésesen és kínálatosan csinálnak a koreai autógyártásban, meg az a rengeteg ötlet, meg frissesség, amit mondjuk az elmúlt 10-15 évben hoznak magukkal, ez alapvetően az ő és csapata kreálmánya. Érdekes, ha végig gondoljátok, hogy mi ugrik be nektek először most egy koreai autóról, én azt gondolom, hogy sok embernek amellett, hogy mondjuk hosszú garanciaidő, ami így a védjegyük lett, meg amellett, hogy az alternatív hajtások kapcsán gyakorlatilag minden hangszeren játszanak, tehát szerintem többé-kevésbé az is köztudott, hogy a hidrogéntől kezdve a plug-in hibrideken át a nagyon attraktív elektromos autózáson keresztül a klasszikus autó kedvelőket is kiszolgálni képes modelleken át, lényegében mindenhez van valami fajta közük, és mindent elég jó színvonalon tudnak csinálni. Szóval ezek mellett, a száraz tények mellett azért az, hogy egy kvázi semmiből generált, nagyon izgalmas dizájnnal és hozzájuk köthető dizájnnal tudtak egy mély nyomot hagyni a világ autózásában, ez az úriemberhez köthető szerintem legeslegelső sorban, és volt neki, vagy hát van neki egy német kollégája, akit az MG MBH-tól csábítottak át, tehát szintén német menedzser, ő pedig a motorfejlesztés, illetve a futómű hangolás kapcsán végzett olyan munkát, ami elévülhetetlen, főleg az N modellek kapcsán a Hyundai-nál, de hát természetesen a Kia-nál is dolgozott, de hát alapvetően a Hyundai volt a fő terepe. Szóval ez a két figura nyugdíjma vagy per visszavonul. Bocsánat, ők mióta vannak ott? Csak azért érdekel nekem, annak érén a 90-es években, amikor koreai céghez mentem dolgozni, nekem döbbenetes élmény volt az, hogy ott csak koreai főnök lehet, jó, nyilván ez egy magyar leányvállalat volt, ő 8-tól este 8-ig van bent, de illik nála hamarabb bent lenni, és tovább bent lenni mindenkinek. Szóval ez az egész, az, hogy itt németek tudták ezt így, illetve ezt ők vállalták, csak ennek a háttere érdekelne, hogy mikor az, hogy az a háttere, hogy eszméletlenül akarják a sikert, és presztízs kérdést csinálnak abból, hogy legyőzzék a japánokat a saját térfelükön is, uh-huh. és az egyéb piacokon is. És ehhez egyszerűen belátták, hogy kellenek olyan szakemberek, akik tudnak olyan dolgokat, amiket ők adott esetben nem. Uh-huh. A német autóiparból elcsábított menedzserek tömkellege dolgozik a dél-koreai autóiparban, legalábbis az elmúlt 10-15 évben ez egy nagyon jellemző menetrend volt, hogy nagyon jó érzékkel elcsábították azokat a dolgozókat, akik valami oknál fogva megrekedtek a saját cégüknél a karrier létre egy pontján. Tehát mondjuk volt egy olyan helyzet, ahol vagy alapon nem ő ment tovább, hanem a kollégája ment tovább, ő lett a, mit tudom én, felsővezető, vagy az IT tanácstag, és sértődöttség, vagy kreativitás kiélésének a lehetősége, vagy nem lehetősége kapcsán egyszerűen elkezdték levadászni azokat az embereket, akik utána elkezdtek szabadjára engedni, és ki tudtak nyílni abban, amihez értenek. Érdekes, és teljesen igaz az, amit mondasz, hogy az ázsiai cégekre ez kevésbé jellemző, de hogyha annyira akarod megverni az ős riválisodat, amit ugye ők általában a japánokban látnak, aha.
és egyébként nagyon szeretnél mondjuk egy még mindig nagy presztízsértékkel rendelkező európai piacon sikert sikerre halmozni, akkor be kell látnod, hogy nem biztos, hogy koreaiként mondjuk ezt az ízlésvilágot érted. Ahogyan egyébként nyilván fordítva sem feltétlenül működik, tehát egy európai sem érti az ázsiai ízlésvilágot abban a kiterjedésben, ahogyan ezt mondjuk egy nagy és jelentős piaci szerepléssel képesnek kell lenni kezelni. A lényeg, hogy ők ketten visszavonulnak, és emellé még be volt szúrva egy olyan hír, amit azóta cáfolt a cég, hogy leépítik a belső égésű motoros frakciónak a fejlesztési kapacitásait. Magyarul ez azt jelenteni, hogy a dél-koreai autóipar is kvázi leteszi a voksát amellett, hogy belső égésű motoros technológiának nincsen jövője. Ami ebben a formában viszonylag rövid idő alatt meg lett cáfolva, hiszen akárhogyan nézzük a piaci prognózisokat, a világnak egy nem jelentéktelen részén a következő 2-3 évtizedben is kérdéses lesz a belső égésű motoros technológia jövője, illetve hogy lesznek ilyennel szerelt autók többfelé a világban, és egyszerűen nem szabad abba hagyni az ezzel kapcsolatos fejlesztést. Az biztos, hogy a nagy autógyártók közül, amelyek a fejlett piacokra koncentrálnak, egytől egyig jelentős büdzsé vágásokkal kell számolni ezen technológia kapcsán. Tehát senki nem abban látja a jövőt a következő 5-10 évben, hogy további pénzeket öntsön belső égésű motoros autófejlesztéssel kapcsolatos projektekbe. Ezeknek a pénzeknek egy jelentős része az alternatív hajtások irányába. Persze, de azért nem mindegy, hogy teljesen leáll, vagy pedig azért csinálják kisebb erővel. Így van, az az érdekes, hogy nem jelent meg nagy sajtó csinnadrattával az, amit a Volkswagen koncern is közölt ennek kapcsán, ahol arról adtak ki egy rövid, de nagyon velős sajtóanyagot valamikor a tavalyi év vége felé, hogy ők is foglalkozni fognak a jövőben is, főleg szintetikus üzemanyagok kapcsán olyan motorok fejlesztésével, amelyeknél ezt a technológiát jobban ki lehet használni. Tehát csupán villanyautóval fogunk foglalkozni felkiáltásnak az első repedése és kiskapuja. Hát azért ez pont tőlük, akik nagyon Ez elég jelentős ügy szerintem. A fúra beleálltak a villanyba, és fel is tornázták vele a saját részvényárfolyamokat, utána azért ez egy váltásnak tűnik. Vagy de mindenki ezt csinálja valahol, tehát hogy kellenek a headline-ok a részvényértékelés szempontjából, és egyszerűen most az a helyzet, hogy aki a villanyról beszél, az alapvetően nyert helyzetben van. És akkor ilyen búvópatak-szerűen lehetőleg nem a sajtó nagy nyilvánosság előtt, de hát ki kell szolgálni a realitásokat is. Aha. És ezt láthatjuk most. A szintetikus üzemanyagok kapcsán remélem, hogy még van annyi időm, hogy ezt elmondhassam. Hát figyelj, egy mondat, Max. Egy mondat, jó. Három, én megengedőbb vagyok. Három. Három, de... Három másodperces három tagmondat. Jó, ahogyan elkezdődött ennek a kérdéskörnek a tárgyalása a német sajtóban is, meg máshol is Európában, hogy azért azt az 1,3 milliárd autót, amely belső égésű motorral van ellátva, és még a következő 2-3 évtizedben velünk lesz a földbolygón, azt is valamivel kellene tudni kiszolgálni, és lehetőleg környezetbarátabban kiszolgálni. Ennek kapcsán ugye a szintetikus üzemanyagok előállítása az egyre inkább a fókuszpontba kerül, amire gyorsan le is csapott a fő NGO Európában, a Transport and Environment környezetvédő társaság, amely gyorsan be is bizonyította, hogy hát ellentétben azzal, amit várnak ettől a technológiától, a károsanyag kibocsátás összetétele nem tud érdemben javulni a hagyományos üzemanyagokhoz képest. Itt fontos érteni megint csak, hogy a károsanyag kibocsátás jellege és összetétele, valamint a széndioxid semlegesség vagy nem semlegesség kérdés, ez ketté választandó kérdés ebben a körben. Az ADAC, ugye a Német Autóklub, amellett és mások is amellett érvelnek, hogy a szintetikus üzemanyagok kapcsán könnyebben lehet irányítani azoknak az anyagoknak a használatát, amelyek adott esetben kedvezőtlen kipufogó gáz összetételt jelentenek. Magyarul levegőminőség szempontjából is lehetne elérni valami fajta haladást ezzel a technikával. Ezzel szemben ugye ez a Transport and Environment által jegyzett tanulmány arra jutott, hogy ez nem igazán van így. Hozzá kell tenni, hogy ők saját maguk állítottak elő kvázi egy francia intézettel együttesen olyan üzemanyagot, amiről aztán azt mondták, hogy ez nem jobb.
Ez így azért megkérdőjelezi az egésznek az értelmét számomra, de a lényeg, hogy a szén-dioxid... Megpróbálták előállítani, nem sikerült, beismerték, köszönjük szépen. Nagyjából így, ezzel szemben viszont a szén-dioxidra térjünk egy pillanatra még, és aztán tényleg befejezem. A szén-dioxid semlegessége ennek azért adott, mert alapvetően ugye szén-dioxidot vonnak ki a légkörből az előállításához. Tehát, hogyha így nézzük a kérdést, és mindezt zöld árammal olyan helyen, ahol a zöld áram megfelelően van gyakorlatilag korlátlan mennyiségben, ugye a Porsche projektje Chilében, erről már beszéltünk, akkor ez egy energiatárolásra viszonylag jól alkalmazható, úgy lehet, és a jelenlegi tudásunk szerint előbb-utóbb lehozható 2 euró környékére a literje, ha nem számoljuk a jövedéki adókérdést, amit ugye a villanyosra számolunk, akkor a 2 euró az már egy ilyen emészthető kategória, látva az európai üzemanyagárakat. Uh-huh. Oké, Gábor, nagyon szépen köszönjük ezt a mostanit is, találkozunk jövő héten. Szép. Reméljük már előbb-utóbb élőben. Szép napot neked. Figyelj, nem úgy most ki. Nem. Most így legyen, mi is várjuk, de úgy tűnik, hogy az még biztos hetek, de nem rajtunk múlik. Bárkonyi Gáborral beszéltünk, autós szakértővel, szervusz! Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken. Kicsit elcsúszva, de haladunk tovább. Gyorsan Schmidt-Andi hírei következnek most itt a Millás reggeliben, aztán pedig jön... az első IT-rovat ebben az évben, és ugye mivel az első héten, ezért a kiberbiztonsági... Szokásainknak megfelelően évértékelőt tart Frész Ferenc. Ferenc, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézzük!